Gulyás Gergely nem ismeri az iszompárt határozati javaslatát arról, hogy a közös listán induló képviselők egy frakcióba üljenek be a következő parlamenti ciklusban. Szerinte ezt a kérdést a házszabály amúgy is rendezi. A Jobbik és a Párbeszéd Fidesz érdeket sejt a háttérben. A Momentum szerint a javaslat egy geg. Jelenleg 7 frakció működik a parlamentben, ebből 2 kormánypárti és 5 ellenzéki. Ugyanakkor a következő ciklusban ennél több ellenzéki képviselőcsoport is alakulhat. Az Egyesült Ellenzék eddig 6-tal tervezett, Márki-Zay Péter javaslata ezt 7-re bővíteni. A részletekről még szerdán kérdeztük. Még az sem biztos, hogy hány frakció lehet. Onnantól kezdve, hogyha a Fidesz akármilyen megbízott ellenzéki képviselő által egy olyan módosítót fog beterjeszteni, ahol azt előírják, hogy akik egy listán indulnak, azok ötlezen egy frakcióba kell, hogy beüljenek, akkor természetesen egyetlen egy frakció lesz csak. Ezzel a határozati javaslattal Székely Sándor az iszompárt politikusa jelentkezett a parlamentben. Híradónak azt mondta, azért szeretné a változtatást, mert szerinte például a KDNP-nek úgy van frakciója, hogy választáson nem kellett megmérettetnie magát. A ellenzéki pártok közül is van egy csomó, amit nem vagy alig mérnek, vagy hát ugye választási szituációban még akár meg sem mérettették magukat. Ilyen is van, tehát a pálinkás féle párt, a Párbeszéd, az LMP, az MSZP, ugye ezek mind komoly próbában lennének, de egyébként még a Jobbik és a Momentum is billeg, hiszen elképesztően hullámzó a teljesítmény. Nem ismerek ilyen javaslatot. Gulyás Gergely tehát nem tud Székely Sándor módosító indítványáról, de mint mondta, a frakciók kérdését a házszabály rendezi. Akinek a közös lista alkotásában vagy létrehozatalában a pártja részt vesz, tehát szerepel is, mint listát alkotó párt, annak, hogyha van 5 képviselője, akkor alakíthat frakciót. A Párbeszéd szerint az iszom ötlete egyértelműen a Fidesz érdekeit szolgálja. A Fidesznek minden erőfeszítése arra irányul, hogy az egész ellenzéket összegyurcsányozza, és hogyha elmondhatnák a kampányban, hogy úgyis mindenki Gyurcsány Ferenc frakciójában fog ülni. A Momentum furának tartja a javaslat indoklását egy olyan párttól, amelynek akkora támogatottsága sincs, mint az összefogás legkisebb pártjának. Nagyon meglepődnék, hogyha ez átmenne. Én úgy gondolom, hogy ez inkább ilyen jó geg volt a Szanyi-féle párt részéről, most nyilván ezzel mentetnek még az ATV híradóban is, és akkor ezen túl mennyire jól lehet majd elhivatkozni, hogy már pedig ők ilyeneket szeretnének, de hogy igazából valós tétje szerintem ennek nincsen. A Jobbik azt írt a híradónknak, Gulyás Gergely igyekezett úgy csinálni, mintha a frakcióalakítás szabályainak megváltoztatása nem lenne napirenden. Szerintük ugyanakkor a Fidesz bármire képes a hatalom megtartásáért, de talán tisztában vannak vele, hogy nem lenne korrekt és nem lenne túl jó nemzetközi sajtóvízhangja a házszabály vagy a választási törvény last minute megváltoztatásának.